amióta ember él a Földön, azóta családban él az ember, ha tetszik az ember homo familicus. Az előadásom arról fog szólni önöknek, hogy mit jelent a családban élés, annak milyen értékei vannak, miért fontos a család, mit jelent a számunkra. Hát természetesen ezt az emberek túlnyomó része érti és érzi, kevesebben vannak, akik nem, de azt gondolom, hogy egy összefoglaló senkinek nem árt ezekről a kérdésekről. Elsőként azzal szeretném kezdeni, hogy a család az nem a kereszténységnek az alapértéke, hanem civilizációtól függetlenül, amióta ember él a Földön, azóta családban, vagy valami családhoz nagyon hasonló formában éri az életét. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy amikortól a mai emberhez hasonló ember megjelent a Földön, a Föld történetében, és az előtte való embertípusok nagyon mások, mint az az ember, amiről én beszélek, a Homo sapiens sapiensről, azóta gyakorlatilag már az ember családban él, tehát a férfi és a nő közösen kiválasztja az élőhelyet, és nevelik a gyermekeiket. Túlnyomó részben, nem 100%-ban, de túlnyomó részben ezt jelenti a család. Ez az emberi létezésnek tehát egy örök formája, ami a különböző civilizációkban nem mutat túl nagy különbségeket egymástól, maximum a család méretében, taglétszámában, feleségek számában, egyebekben vannak különbségek, de alapvetően az emberiség, amióta a Homo sapiens sapiens létezik, azóta családban él. Nem egy gondolkodó, teológus, filozófus mondja azt, hogy ezt a formát, ezt az életformát, ezt tulajdonképpen a bűneset előtről örököltük meg. Lehetséges, hogy ez így van, hiszen családban lenni az ember számára már a jó esetben egy boldogságot, biztonságot, harmóniát, békét, megnyugvást jelent, és valóban egy kicsit az idillből, egy kicsit a túlvilági paradicsomi állapotból, és egy kicsit a földi idillből is kapunk egy jó családban, ha az ember létezik. Tehát bennünk van egy ősminta. A jó Isten bennünk hagyta az eredendő bűn után ezt az ősmintát, mondhatjuk a kereszténység nyelvén, és ez emlékeztet minket arra, hogy milyen lesz majd a túlvilágon az életünk, és emlékeztet arra, hogy erkölcsösen, tisztességesen, egymásra figyelve éljük az életünket. Ez a fajta gondolat, hogy a családot a Jóisten helyezte belénk, és valahonnan a bűneset előről származik, hát nem minden filozófus és teológus által vallott nézet. Ugye nagyon-nagyon divatos most a 21. század elején a bioetika, biokultúrával való foglalkozás. Van például egy Edgar Morin nevű filozófus, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen az ember nem más, mint egy biokulturális lény. Biztosan igaza van abban, hogy van az embernek egy biológiai meghatározottsága, ilyen például az idősödés, vagy van egy ilyen biológiai meghatározottságunk, hogy a sejtjeink ugye működnek, időnként, ha betegségek vannak, akkor gyengébben működnek, és vannak kulturális meghatározottságaink, például az, hogy van egy nemzeti kultúránk, amire büszkének kell lennünk, van egy nemzeti történelmünk, ami meghatároz minket, de jellemző módon a mai filozófusok, teológusok többnyire kihagyják a spirituális vagy szakrális dimenziót, tehát a Jóistent. Elfeledkeznek a Jóistenről, lehet, hogy azért, mert nem érzik, lehet, hogy azért, mert nem tudják, hogy van, ennek eldöntését önökre bízom, de azt kell mondjam, hogy amellett, hogy az ember biokulturális lény, éppen a család emlékeztet rá, hogy egyszerre spirituális, egyszerre szakrális lény. Na most, mivel minden kultúrában és civilizációban a család nagyon fontos, ezért az én előadásomban a Biblia az nem azért fog példákkal szerepelni, mert azt gondolom, hogy csak a kereszténységben fontos a család, hanem két okból. Az egyik az, hogy zsidó-keresztény kultúrkörben élünk, tehát az innen hozott példákat sokkal jobban megértjük, és ez a mi kultúrkörünk, ez nekünk szól, ennek a hagyománynak az üzenetét nekünk kell megértenünk. A másik pedig személyes ok, hogy én magam is keresztény hívő emberként nyilvánvalóan közel állok ehhez a hagyományhoz, ezt a hagyományt próbálom megélni, gyakorolni a mindennapjaimban. Ebből fakadóan azonnal rögzítsük is le az alaptételt, amelyből kiindulunk ennek az összefoglalónak az elején, ez pedig az, amit felolvasok szó szerint önöknek, mert így írtam le, a család nem egy ember által létrehozott intézmény, Isten alkotta meg azt,
és folyamatosan úgy alkotta meg, hogy az ember számára az a lehető legjobbként működjön, és emlékeztessen minket a paradicsom állapotára, és emlékeztessen minket a túlvilági boldogságra. Mi következik ebből? Mi következik ebből, hogyha a család békéje, boldogsága, harmóniája megtörik, arról nem a jóisten tehet, arról az ember tehet. Tehát ha mondjuk az ember nem ad kellő időt arra, hogy megismerje a másikat. Ugye azt mondják szociálpszichológusok, hogy 1500, de van, aki azt mondja, hogy 2000 óra kell két embernek ahhoz, hogy valóban döntést hozzon az életről, de ez a 2000 óra, ez nem az, hogy egymás mellett ülnek és nyomkodják a telefon, hanem 2000 óra beszélgetés kell ahhoz, hogy az emberek el tudják dönteni, hogy valóban egymáshoz valók-e, vagy esetleg nem. Tehát ezen csúszhat el leggyakrabban, hogy olyan partnert választunk, aki egyébként nem megfelelő a számunkra, és nem érezzük vele boldogan magunkat, de sajnos rosszul döntöttünk. Ezen kívül rengeteg dolgon elcsúszhat a dolog, például azon, hogy az apa vagy az anya más emberek iránt kezd el érdeklődni, és ez az érdeklődés adott esetben szeretői viszonyhoz, vagy valami még komolyabb helyzethez, elköltözéshez vezet, tehát ezen is elcsúszhat a dolog, vagy egyáltalán azon, hogy a családtagjai nem veszik túl komolyan magát a családot, hiszen a családban élet az nem csak egy adottság, hanem a családot, a család figyelmét, szeretetét, óvó melegét az ember számára számon kell tartani. Az ember számára nem csak, hogy számon kell tartani, hanem gyakorolni is kell, működtetni is kell. A család egy minden nap újra teremtendő feladat az ember számára, és akkor működik boldogan, ha a családtagok mindannyian komolyan veszik a saját szerepüket. Mit mond a keresztény hagyomány magáról a családról? Hát természetesen a keresztény hagyomány nem a részletkérdésekkel, nem a kis csoportokkal, hanem a legnagyobb csoporttal, a legjellemzőbb szabályokkal foglalkozik, hiszen ez a lényeges, az emberek túlnyomó részének való üzenet, az emberek számára szóló szabályok, parancsolatok, elvárások a szeretet jegyében tulajdonképpen. Hát ugye a Biblia tanítása ebből a szempontból kellőképpen egységes, azt gondolom, mert azt mondja, hogy a család tulajdonképpen egységesen jellemzően egy olyan közösség, amelyben a családtagokat az Isten egész életükre vonatkozólag egymás gondviselésére bízta. Tehát nincs olyan, hogy azért, mert a gyerekem mondjuk elköltözik egy másik országba, azért nem törődök a gyerekemmel, de olyan sincsen, hogy azért, mert egy másik városban lakom mondjuk a szüleimtől távol, ezért akkor, amikor nekik segíteni kell, például ételt kell vinni, akkor nem viszem. Ugye? Tehát a család az egy úgy működő valóság, legalábbis Isten tanítása szerint, hogy az egész életünkre van egymásra bízva, és nem engedjük el egymás kezét, mert akkor azt már nem családnak hívják nyilvánvalóan, hanem valami fajta ilyen laza együttérési formának. A Biblia tanítása a család kapcsán azt mondja, hogy alapvetően a család egy férjből és egy feleségből áll, valamint a közös utódaikból, akár örökbe fogadott gyermekekből is. Ez nagyon fontos. Tehát maga a Biblia is megengedi azt, hogy nem feltétlenül vér szerinti gyermeke legyen az apának a gyermek, vagy az anyának a gyermek. Sőt, én magam is tapasztalok olyan családokat, nagyon-nagyon sokat, ahol egy új apuka neveli a gyermekeket nagy szeretetben és megértésben, vagy egy új anyuka, mert például elváltak, vagy nagy Isten meghalt az édesanyja, és akkor az új anyuka az anyukát, a régi anyukát majdhogy nem pótoló módon tudja átvenni az édesanyja szerepét. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy a Biblia ezt tanítja, hogy a családnak a tagjai mindkét nem szerepét, mindkét nem feladatait, mindkét nem társadalmi elvárásait meg tudja érteni, meg tudja tapasztalni, hogy milyen egy férfi, milyen egy nő, és aztán az életben hatékonyan és jól tudjon működni. Ez tehát a Bibliának az alapvető tanítása, de a család kérdését is alapvetően a szereteten alapítja a Biblia, tehát hogyha van olyan család, ahol nem férfi és nő van, mondjuk egyedül neveli az édesanyja vagy az édesapa a gyermekeket, abból is lehet ugyanúgy szeretetteljes család, a lényeg
azon van, hogy a családtagok szeressék egymást, és fontosak legyenek egymásnak. Ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy alapvetően a legfontosabb törvény a kereszténységben a szeretet, és a szeretet mindent megelőz. Emlékszünk rá, amikor Jézus kérdezik, hogy melyik a legfontosabb parancs, akkor azt mondja, hogy szeress. Ugye ez a legfontosabb parancs, tehát ha éppen úgy adódik, hogy az embernek más gyermekeit kell felnevelni, akkor is családdá tud válni, ha a szeretetben és békességben zajlik és történik. Ugye nagyon sokszor szokták mondani, hogy a hagyományos keresztény családban ugye a férjnek nagyon alárendelődik az asszony. Hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy számos helyén a Bibliának kiderül az Új Szövetségnek, hogy a férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, mint ahogy Jézus Krisztus szerette az egyházát, és azon keresztül az embereket. Tehát minden esetben, hogyha egy férfinő kapcsolat jól működik a keresztény házasságban, ott egy lelki egyenrangúság működik, amely természetesen az adott helyzet fényében adhat szellemi különbségeket vagy a nő, vagy a férfi javára. De az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az alapvető erkölcsi szabályokat, az alapvető erkölcsi törvényeket a családban a férfinek nagyon erősen képviselnie kell, hiszen ő az, aki a maga erejével, teljességével mintát ad a gyermekei számára, és azt látják a gyermekek, hogy apa így csal, úgy csal, amúgy csal, olyan furcsa dolgokat beszél időnként, nem is értjük, akkor nyilvánvalóan megzavarodnak ők is ebben, tehát rendkívüli módon fontos az, hogy a család ilyenfajta belső egységként működjön. Ugye szokták mondani, hogy a keresztény családban nem csak, hogy el van nyomva a nő, de tulajdonképpen szabadsága sincsen. Hát őszintén el kell mondjam önöknek, hogy a keresztény házasság az nem a ide-oda megyek és szabadon élek története, sem a férfi, sem az asszony számára. A keresztény hagyomány elvárja a másik tiszteletét, a másik szeretetét, egy olyan spirituális és fizikai és lelki és szellemi egységnek a létrehozását, amelyben nincs kifelé mozgás, másfelé kacsintás, nincsen az a fajta szabadság, hanem minden pillanatban arra törekszünk, hogy a családnak, a férfinek, a nőnek és az asszony és a gyermekeknek mindenképpen jó legyen, a lehető legboldogabb legyen az életük, kiteljesedjenek az Isten által megszabott törvények keretében. Feltetik a kérdés, hogy tanár úr, az ember mondta is, hogy mindig nagy családban él, ugye ezt említette már többször is a videóban, de hát tulajdonképpen milyen is ez a család, hogyan alakul át a család az évszázadok során, milyen ma a család, milyen volt régen. Ugye ezzel kapcsolatban egy egészen nagy, hosszú videót mutattam önöknek, de egy nagyon fontos részt beszeretnék önöknek játszani, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen az ember eredetileg nagy családban élt, s mára ez a családi forma mennyire tönkrement, mennyire válságba került, és ennek mi az oka. Tehát ebben a rövid bejátszásban arról szeretnék önöknek beszélni, hogy hogyan bomlik fel a nagy család formája. Onnan kezdem a történetet, hogy nagy családban élni, az tulajdonképpen olyan dolog, ha az emberiség történelmére tekintünk, mint a levegővétel. Ezt nagyon komolyan mondom, annak ellenére is, hogy biztos csodálkoznak, hogy tanár úr, hát a környezetemben alig van olyan család, amelyikben 3-4 generáció együtt él, hát miről beszél, még nálunk Dabason, vagy Dabasnak a kertes részeiben se jellemző ez már nagyon, modern életforma megjelent mindenhol. Igen, ez így igaz, de hát az emberiség történelme az nem az elmúlt 200 év, a felvilágosodás által láthatott 200 év, hanem az emberiség történelme az a minimum 7000 év, amire a tudásunk biztosan visszamegy a Homo sapiens sapiens által alakított és alapított magasrendű kultúrák időszaka, amikor is már településeken, nagyobb közösségekben élnek az emberek, és ha visszatekintünk erre a történelemre, akkor az a 200 év, amiben az ember másképp él, az egy kicsit olyan, mint amikor a
egy kósza szél megfodrozza az egyébként álló tónak a vizét. Tehát semmi tulajdonképpen. Az emberiség az, amióta tudunk róla történetileg, azóta nagy családban, tehát több generációban élt együtt. Erről szól a zsidó hagyomány. Ugye a zsidó hagyomány szerint a fiú családjában költözik be a lány, és a fiú családja az, amelyik együtt marad, akár a több testvér is oda hozza a házhoz, vagy akár egy nagy udvaron a különböző ház részekhez a maga feleségét, és ott él vele. A zsidó hagyományban az elsőszülött fiú az, aki ugye örökli az atya szerepét, és ő a családnak az ura, a családnak a főnöke. A család egyfajta mini törzsként funkcionál, és aki a család ellen vét, az főbejáró bűnt követel. Ugyanez a helyzet más nagy civilizációkban is természetesen, hiszen ugye nem kell különösebben emlegetnem az erdélyi magyar hagyományokat. Az erdélyi magyar hagyományokban akár a szorosan vett erdélyi székely, akár a párciumi, akár a csángó hagyományokat tekintjük. Mindenhol az a jellemző, hogy a nagy család együtt marad, itt is ugye főleg fiú ágon. Itt már azért az asszonynak jóval nagyobb a szerepe, mint a zsidó hagyományban. Az asszony és a férfi tulajdonképpen egy test, de nagyon sokszor az asszony irányítja a férfin keresztül tulajdonképpen a családot, de akárhogy is van, a fiatalok azok túlnyomó részben a hagyomány szerint otthon maradnak, ott is ugye a fiú viszi haza a feleségét, és a nagy-nagy-nagy erdős udvaron épít magának egy házat, ott nevelgetik a gyerekeket, de ott van az öreg ház, az idős embereknek a lakása, akik nagyon közel vannak hozzájuk. Ennek van praktikus értelme is, hiszen nyilvánvalóan, ha segíteni kell, akkor ott vannak, akkor tudnak segíteni, ha viszont őnekik kell, az időseknek a tapasztalatukkal, a bölcsességükkel segíteni, akkor ők is rendelkezésre állnak. Tehát ez mindkét csoport számára rendkívül fontos és rendkívül hasznos lehet. De nem kell feltétlenül az általunk ismert két legnagyobb hagyományt, ugye a zsidó-keresztény, illetve az erdélyi magyar hagyományt emlegetnünk, lehet exotikusabbakat is emlegetni, ugye a zadrugák például, a zadrugák azok délszláv népek, bolgárok, macedónok, horvátok, szerbek életformája, családi életformája, ami ahogyan a magyar nagycsaládi életforma, meg ahogyan az európai nagycsaládi életforma, úgy ezek a zadrugák is a 19. század folyamán bomlanak fel, akkor hullanak szét, ugye, ahogyan nyilvánvalóan a felvilágosodás és a modern eszmék megjelennek. Hát ezekben a zadrugákban is egy nagy birtokon, egy nagy telken az atya, a sztársi, tehát a legidősebb ember vezetésével folyik a, vagy damácsniknak is nevezik, folyik a családnak az élete, és ezt az életet aztán, ha ő meghal, akkor a legidősebb férfi veszi át. Na most az, hogy a generációk együtt élnek, az még a matriarkális rendszerben is működött, ugye a görög Lesbos szigetén, ahonnan Szaffó költő származik, ott sem egyedül éltek a családok, hanem az asszony, a nagymama vezetésével éltek a családok, de ott is generációk éltek együtt, vagy az úgynevezett fratriarkális társadalmakban, ez a hurrikra, hettitákra volt jellemző az ókorban, ott is ugye a legerősebb, hadrafogható férfi vezetésével, egyébként az ős magyaroknál ez a forma is létezett, a legerősebb hadrafogható férfi vezetésével élt együtt a nagy család. Tehát egyáltalán nem az volt a jellemző, hogy az emberek széjjel mennek, és úgy élik a világukat. De hát ugye, ha még egzotikusabb kultúrákat nézünk, a perui inkákat, tehát a perui inkák azok családi termelő közösségben élnek, például a Machu Picchu környékén ma is így lehet velük találkozni. Indiában nagy családok élnek együtt, akár hinduista, akár buddhista hagyományokat követnek. Az arab családmodell szerint, de általában az iszlám családmodell szerint is, ugye az a különbség az eddig elmondottakhoz képest, hogy az iszlámban ugye a többnejűség megengedett, tehát akár 3-4 feleséggel is együtt élhet a család atya, és a család atyát akkor is nagy tisztelet övezi, ha ő már nagyon beteg, tehát adott esetben demens, adott esetben vak, adott esetben mozgásképtelen, akkor is amíg ő él, addig az ő szava dönt a család jövőjét illetően, és a fiú hazahozza a feleségeket, és ott a családi birtokon éri az életét. Na most felvethetjük a kérdést, hogy ma ez nincs így,
De bizonyos értelemben ma is így van. Egyedül a modernizálódott nyugatnál nincs így, mert ha az ember elmegy Peruba, Indiába, vagy más egzotikus vidékekre, remélem senkinek nem egzotikus a Csángóföld, de oda elmegyünk, akkor is azt látjuk, hogy ahol a tradicionális létforma, tehát a hagyományos létforma működik, ott nagy család van. Tehát ahogy mondtam önöknek, ez a modern széthullott család, ez nem más, mint egy rendkívül modern és rendkívül egészségtelen fejlemény, mert mit hoz ez magával? Azt hozza magával, hogy az emberek rohangálnak a feladataikat teljesíteni, külön él a nagyszülő meg a szülő a gyerekekkel, és a gyerekek ügyeit a szülő intézi, rohan szülőire, fogadóórára intézi a gyerekek ügyeit, ha beteg a gyerek, akkor azonnal kihozom, halasztok a munkahelyemen, tehát nem tudja jól ellátni a munkáját, a gyerek unja tulajdonképpen azt, hogy egy szülővel vagy két szülővel tölti folyamatosan az idejét, tehát nem jó. De nem jó ez a nagyszülőnek sem, aki többnyire magányosan él és várja azt, hogy meglátogassák őt a különböző generációs tagok, akár a gyermekei, akár az unokái, és otthon egyre kevésbé tudja saját magát ellátni. Tehát a normális életkör, a normális élethelyzet nem véletlenül van ez így több ezer éve, a nagy családos élet. A nagy család formája után szeretnék beszélni keresztény szempontból arról, hogy mit jelent a szülői szerep. Tehát mit jelent apának lenni, mit jelent anyának, gyermeknek lenni egy keresztény családban, fontos, hogy ezt megértsük. Az első tételem az, amit mindenkinek nagyon fontos megérteni, hogy az apával kezdem, hogy az apa nem azért vezető a családban, mert neki van a legnagyobb fizikai ereje, neki van a legnagyobb hangja, vagy ő keresi a legtöbb pénzt, hanem a jóisten azért tette őt a legerősebbé, hogy ő legyen a vezető. Ugye értjük ennek a fordulatát, ennek a különbségét. Ugye egy autóban nincsen két kormány. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az egyik embernek vezetnie kell, és annak az embernek kell vezetnie, aki meg tudja védeni a többieket, aki stabilitás, biztonságot, békét, nyugalmat ad az erejével a család számára. Ez többnyire az apa. De ezekben a mai modern társadalmakban én akkor sem haragszom senkire, ha éppen az anya a csapatnak vagy a családnak a vezetője. Az a lényeg, hogy jól érezze magát mindenki, elfogadja ezeket a szabályokat, és boldog legyen. Ugye ez a lényeg a történetnek, de alapvetően sok évezredre visszamenőleg az apa a családfő, és még egyszer mondom, nem azért, mert ő a legerősebb, hanem azért lett ő a legerősebb, hogy ő legyen a család vezetője. Ez tehát nem a fizika törvényei alapján működik, hanem azért, mert a jó Isten alapvetően másként teremtette a férfiak agyát és a nők agyát. Ugye ma már a humánetológusok újra visszahozták a feminizmus korszaka után ezt a fajta megkülönböztetést, és teljesen igazuk is van ezzel kapcsolatban. Ugye a férfias agy, amivel egyébként rendelkezhet nő, de többnyire a férfiak jellemzője, az rendszerszerű, struktúrált, tiszta kategóriákban, és sokszor bizony nagyon mereven, szabályszerűen gondolkodik, ez pont jó a család számára, hogy a család élete átlátható legyen. Az édesanyja viszont érzelmi gazdagságot, melegséget, magas elkút hozhat a családban, aki összetartja ezt az egységet belülről, és a belső szeretetével ápolja, védi ezt az egységet, míg az édesapa biztosítja az életnek a megfelelő körülményeit. Ezen kívül az apára még azt a szerepet is rakja a jóisten, hogy a férfiba a társadalomban való állandó harc miatt nagyon erősen belehelyezi a világ törvényeit, és nagyon erősen belehelyezi az isteni erkölcsi törvényeket. Tehát ő neki a család felé közvetítenie kell azokat a szabályokat, amelyeket mindenkinek nagyon fontos követni, de nem abban az értelemben, hogy diktatórikusan érvényesíti a saját akaratát, hanem az isteni tanítást elsősorban neki a feladata közvetíteni a család tagok felé, és ezzel egyetértésben az édesanyjának pedig a jelenlétével erősítenie kell ezeket a dolgokat. Úgy mondja ugye ez a fajta meghatározás, hogy az Úr tanítása és intése szerint kell nevelni a gyereket, és az édesapa a Szentlélek irányítása alatt kell, hogy elvezesse a családját a Biblia igazságára. Itt is kérdezhetnék modern emberként, hogy mi van, hogyha az anya ezzel kapcsolatban többet tud. Semmi baj nincsen, de az a lényeg, hogy valamelyik szülő által a gyermek eljusson
az erkölcsi igazságokra. Egyszerűbben is tudom ezt mondani, tisztességes ember legyen. Ugye ez a lényeg tulajdonképpen, amit a kereszténység szeretne, amit a kereszténység elvár ezzel kapcsolatban. Abban az esetben, ha az édesapa nem képes arra, hogy szellemi gondozója legyen a családnak, és abban az esetben, ha az édesapa nem képes az anyagi gondozásra, tehát ha például lusta, és teher neki az, hogy a családdal éljen, akkor azt mondja Szent Pál, hogy a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. És azt hiszem, hogy ebben teljesen igaza van. Hiszen az édesapa az, akinek akkor is segítenie kell a gyermekeit és a családját, ha éppen ő már úgy döntött, hogy egy másik életet fog élni egy másik emberrel. Ő mindig is egész életében felelős a gyermekeiért, és ha családban vagyunk, és ott van édesapa, nem ment el, együtt él a család, de elfeledkeznek a gyerekükről, nem tartják fontosnak, hogy vele foglalkozzanak, vagy többet adnak az egyiknek, mint a másiknak, ebben az esetben is megtagadja a család a hitét, és rosszabb a hitetlennél. Rosszabb a hitetlennél, ez egyértelműen elmondható. Tehát az apaság, az apa szerep, az nem egy kényelmes, feudális kényúr szerep, hanem nagyon komolyan arról szól a történet, hogy vigyáznia kell a családra, anyagi biztonságot kell teremtenie, erkölcsi szabályokat kell adni a gyermekeknek. Tehát én sokkal inkább azt mondanám, hogy az apa szerep egy családban élő szerep, egy családi feladat, ugye, ami sokkal több nehézséget jelent a maga eredeti értelmében, mint jutalmat, mint boldogságot. Ha jól működik a család, az természetesen boldogságot jelent. Most itt is feltetik a kérdést, hogy tanár úr, hát modern világban élünk, ugye azt már elmondta szerencsére, hogy nem csak apa és anya alkothat egy családot, meg azt is elmondta, hogy időnként az anya okosabb, mint az apa, tehát nyilván az anyának kell irányítani a családot. De mi a helyzet az anyagiakkal? Hát itt is ugyanaz a helyzet, kérem szépen, természetesen. Túlnyomó részben természetesen ugye az édesapa az, aki az anyagi biztonságot adja a családnak, de nem egyszer előfordulhat az a helyzet, hogy az asszony többet keres, az asszony jobban keres, mint az ura, és ebben az esetben ezzel nincsen semmi probléma. Tehát szó nincs arról, hogy az asszony számára a keresztény társadalmak nem akarnak karriert adni, hanem arról van szó, hogy az asszonynak mindig is sokkal jobban kell arra figyelnie, hogy mi van a gyermekekkel a mindennapokban, mindenképpen jobban oda kell tapadni a gyermekek életéhez, hogy ez a fajta biztonság, ez a fajta béke megteremtődjön. De ezzel már át is léptünk az anya szerepére, de remélem mindenkinek világos volt, hogy a Biblia tanítása szerint az édesapának egy szellemi és egy anyagi biztonságot kell adnia a gyermekek számára, az édesanyának pedig egy lelki stabilitást kell adnia ugyanott. Ugyanígy feltehetjük a kérdést, hogy mi az édesanyja szerepe a családban, a feleség és az édesanyja szerepe. Na erre az a válasz, hogy ezt tudjuk többnyire. Őszintén mondom önöknek, hogy többnyire az édesanyákkal van a kevesebb baj a mai világban, is tudják a saját szerepüket. Talán ez azzal is összefüggésben van, hogy fizikai fájdalmakkal születik meg a gyermek, és első pillanattól kezdve rá van bízva, sok hónapon keresztül szoptatja. Tehát egy olyan fajta szimbiózis jön létre a gyermek és a szülő között, ami egészen különleges. Ritka. Ugye a Biblia azt mondja, hogy az édesanyja arra született a családban, hogy segítője legyen a férjének, egyfajta kiegészítője, gyöngébbik edény, ez egy nagyon csodálatos kifejezés, nagyon szeretem idézni. Ugye az 1 Mózes 2.18.20-ban világosan ezt a segítő jelleget emelik ki, akinek van kedve, meg tudja nézni a Bibliában, és egészé teszi tulajdonképpen a férfit, kiegészíti, együtt ketten lesznek egy testé, ugye, ahogyan az Új Szövetségben többször szerepel, és azzal, hogy a gyermek megszületik, tulajdonképpen az igazi család azzal jön létre. Bár azt is azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tökéletes az a család is, amelyiknél nincsen gyermek, hiszen nagyon sokszor előfordulhat az, hogy valamilyen egészségi okokból nincsen gyermek. Tehát a család definíciójában nem tartozik bele feltétlenül az, hogy kizárólag gyermekes család van, de azt látni kell, hogy az esetek túlnyomó többségében a gyermekek is ott vannak szerencsére, Isten ajándékaként ezekben a családokban. Szintén nagyon fontos, hogy a házasság egysége az örök hűséget is jelenti. A kereszténység nem
tanítja azt, hogy mindenki menjen mindenfelé a házasságon belül, hanem azt tanítja, hogy próbáljuk meg a testi, lelki, szellemi egységet, harmóniát minél tovább fenntartani, és ebben nem csak a férfi, hanem a nő is nagyon-nagyon-nagyon felelős. A nő is az, aki a maga szeretetével, nyugalmával, békéjével, lenyugtató erejével tudja a férjét kezelni, és tud egyfajta élhető otthont teremteni számára. Ha a nő magával sincsen békében, magával sincsen nyugalomban, ha a nő mindenféle zaklatott dolgok által kínozva van, hogyan várhatjuk el, hogy ő egyfajta egységet hoz a család tekintetében? Viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki egyénileg felelős a saját üdvéért, tehát azért, mert a nő mondjuk inkább a családdal foglalkozik, a férfi pedig ugye az életből a stabilitást, az erőt adja a család számára. Egyáltalán nem szabad azt gondolnunk, hogy kevésbé vagy jobban kedves Isten előtt az egyik vagy a másik szerepe. Mind a két szülőnek Isten előtt ugyanúgy felelnie kell majd a tetteiért, az életéért, akkor, amikor az átlépés pillanatára sor kerül. Tehát összefoglalva azt, amit eddig elmondtam, ugye a keresztény hagyomány szerint a férj feladata a szellemi, anyagi stabilitás megteremtése a családban, a feleség feladata pedig a lelki harmónia megteremtése a családban, és a két embernek, a férjnek és a feleségnek egymást 100%-osan ki kell egészítenie. Felmerülhet a kérdés még, hogy van-e ilyen, hogy rossz család szerep, van-e ilyen, hogy rossz család, fő, rossz anya szerep? Hát igen, nagyon sok ilyen családdal lehet találkozni, ami nem csak keresztény szempontból, hanem általában a családra ránézve egy világi szempontból is elmondható, hogy rosszul működik. Ugye ezt is ki kell mondani. Ottól az apa diktátor és parancsolgat, és minden csak úgy lehet, ahogy ő akarja, és üvöltözik a gyerekeivel. Horribile dictu rendszeresen megveri őket, az nem tekinthető normális családnak. Hiszen az édesapának pontosan a keresztény szabályokat kell közvetítenie, tehát pontosan a szeretetet, pontosan a tiszteletet, a megértést kell közvetítenie. De ugyanúgy nem tekinthető családnak az, ahol az anya királynőként viselkedik. Ennek ugye két formája is van. Az egyik anya királynőség az, amikor diktátor, tehát akár az apa helyett, és az apa is csúszik-mászik a földön. A másik pedig ez az érzelmi zsaroló, hogy valahogy mindig úgy kell történnie, hogy neki legyen igaza. Na ez legalább annyira romboló, és nagyon sokszor a családnak a tagjai nagyon sokára jönnek rá, hogy az anyjuk zsarolja őket érzelmileg, és nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy erről az ember leváljon. Fontos munkával kimondani azt, hogy én nem neki akarok megfelelni, hanem saját magamnak. Ő ne szabjon nekem törvényeket, ne akarjon fölöttem uralkodni. Én a saját életemet élem a saját szabályaim szerint. Ez nagyon nehéz egy ilyenfajta anyakirálynő keresztül, aki nem nyílt diktatúrát gyakorol, hanem érzelmileg zsarol. Ugye ez egy nehéz ügy. Aztán létezik ez a rabszolga szerep, amikor vagy az apa halálra dolgozza magát, hogy minden meglegyen a családnak, vagy az anya dolgozza halálra magát a háztartási munkába, három bevásárló szatyóra jön minden nap, és a gyerekei felmosorongyot csinálnak belőle, és teljesen adottnak veszik azt, hogy családi vacsora van, hogy anya takarít, anya ügyintés, stb. Nem szabad ebben sem élni. Aztán ugyanez nagyon rossz családfői és anyai szerep, ez az állandó harc. Nem kell akkor együtt lenni, ha a vezető szereppel kapcsolatban ennyire megosztanak a vélemények, hogy állandóan maradkodnak, hogy kinek legyen igaza. Nem szabad együtt maradni, mert ez a gyerekek legnagyobb bánatát fogja okozni, békétlenséget, és a gyerekek fogják azt mondani, hogy sokkal jobb lenne, ha ez a két szülő külön lenne, mintsem, hogy együtt vannak, és állandóan veszekednek, horribile dictu verekednek egymással. Nem működik az a család, ahol állandóan szerepháború van. Le kell nyugodni, meg kell érteni azt, hogy mi az, ami mind a kettőnek a legjobb, és aszerint élni. És ha ez nem hozható létre, akkor el kell menni, odébb kell menni, és nem kell egymást kínozni. Szintén nagyon-nagyon rossz családfői, anyai szerep az, amikor kívülről irányít valaki. Ugye egy nagyszülő, egy nagyapa, egy nagymama bele akar szólni a család életébe, és vagy nyíltan beleszól, bele pofázik, ugye ezt szokták mondani csúnya magyar szóval, vagy pedig ilyen ügyesen irányítgatja az eseményeket. Nagymamák, nagypapák,
Hagyjuk a fiatalokat, éljék az életüket, akkor is, ha nem értünk velük egyet. Majd, ha tőlünk tanácsot kérnek, akkor nagy örömmel és nagy szeretettel el fogjuk mondani a véleményünket. Ha úgy élnek, ami nekem nem tetszik, kettővel odébb lépek, és azt mondom, hogy én élem a saját életemet. Hagyjuk őket úgy élni, ahogy akarnak, harapjanak ők bele az almába, és állapítsák meg ők, hogy mérgezett vagy édes, ne mondjuk el előre nekik, hogy mit tegyenek, mit válasszanak. Szintén nagyon-nagyon nagy hiba. A mai modern családokban nagyon sokszor elő szokott fordulni, hogy a szülő szinte a gyerek rabszolgája. Ugráltatja a gyerek, ezt akarom, azt akarom, ezt vegyél nekem, ezt csináljuk, ilyen edzésre járjunk, olyan edzésre ne járjunk, elkezdek valamit, nem akarom csinálni, jaj, nem tudok aludni, legyél velem, jaj, tudok aludni, ne legyél velem, jaj, vegyünk macskát, jaj, vegyünk kutyát, jaj, nem kell már a kutya, nem kell a macska, ismerjük ezeket a történeteket. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet a szülő a gyermek rabszolgája. Tehát nem tekinthető jó családnak az, ahol az apa diktátor, ahol az anya diktátor, ahol az anya vagy az apa rabszolga, ahol az egyenlőségi harc zajlik, ahol a nagyszülők kívülről beleszólnak a család életébe, és ahol a szülő a gyermek szolgája. Az a jó család, ahol mindenki jól érzi magát, ezt ugye úgy szokták mondani, hogy win-win játszma, és ha mindenki jól érzi magát, az látszik a családon, akkor mindenki egy stabilitást, nyugalmat, harmóniát áraszt a világ felé, és azt gondolom, hogy ez a lényeg. Ehhez azonban pontosan tudni kell, hogy mi a szülő a gyermeknek, és mi a gyermek a szülőnek. Hát a gyermek számára egyértelmű üzenet van, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, 2 Mózes 20.12, a 10 parancsolat egyik parancsolata. Szeretném hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy a tisztelet nem szeretet. Vannak olyan civilizációk, amelyek azt teszik kötelezővé, hogy szeresd az édesapádat vagy az édesanyádat, a keresztény hagyomány ilyet nem vár el. Azt mondja, hogy tiszteld. Tiszteld, mint embert, aki fölnevelt, és ha bajban van, akkor segíts neki. Ezt várja el a keresztény hagyomány. De nyilvánvalóan az a szülő, aki valóban emberként és valóban tisztességes emberként nevelte a gyermekét, az nyilvánvalóan majd, amikor idős lesz, akkor meg is kapja vissza a gyermekeitől ezt a szeretetet. Ha ez valóban működött, akkor azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma. Mit mond még a gyermekeknek a keresztény hagyomány? Pál apostol Efezusi levél 6.1. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igazi. Tehát a gyermeknek elsősorban a szüleinek kell engedelmeskednie. És ha a szülei elmondják, hogy hogyan kell élnie, akkor azt kell elsősorban követni, akkor is, ha az iskolában ettől gyökeresen különbözőt tanítanak. Hát emlékszünk a kommunista időszakra, amikor egész más tanítottak az iskolában, meg egészen mást otthon, ugye ezt nem kell túlságosan magyaráznom. Mi a szülő feladata? Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, tehát vedd figyelembe a gyerek képességeit, tehetségét, gyengeségét, szorgalmát vagy dustaságát, még mikor megvéhedik is, el nem távozik attól. Tehát, ha valódi értéket adsz át a gyermekednek, az örökké kapaszkodni, örökké követni fogja ezeket az értékeket. Nagyon fontos tehát a gyermeknevelésnek ez a része. Mit mond még? 5 Mózes 6.6.7. És ezek az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a szívedben, és gyakorolja ebben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor utoljálsz, és felkelsz, és mikor lefekszel. Mit jelent tehát? A szülőnek kötelessége a gyermeket a vallási szabályok, a keresztény hagyomány szabályai szerint nevelni, annak erkölcsiségét átadni. Tehát nem csak össze-vissza kell nevelni a gyermekét, hanem ennek a kultúrának, ennek a hagyománynak a jegyében kell nevelni a gyermekét. Ti atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint, mondja Pál Efezus 6.4-ben. Ti atyák, ne bosszantsátok gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ugye? Tehát nem az a jó szülő, aki piszkálja, idegesíti, provokálja a gyermekét, ha valami nem megy neki, akkor állandóan ismételgeti, és ezáltal idegbajba hajszolja, hanem egy szeretetet, megértést ad neki, és érezze az a gyermek, hogy a szülő mindig mögötte áll, ahogyan a szülő mögött ott kell éreznünk a Jóisten jelenlétét.
No hát én ennyit szerettem volna mondani a jó családról, természetesen keresztény értelmiségi szempontból. Nagyon remélem, hogy azok, akik nem keresztények és hallgatták ezt az előadást, azok is nagyon sokat tanultak ebből, mert még egyszer szeretném hangsúlyozni, a család az egyik legidőtlenebb fogalmunk, és minden ember akkor érzi legboldogabban magát, ha egy valóban jól működő családban él, és ha nem adatott meg neki ilyen, hogy ebben éljen, akkor örökké fájdalmat, hiányt, frusztrációt fog érezni. Úgyhogy vigyázzunk egymásra, szeressük egymást, és ha van egy ilyen család, amelyben élünk, akár nagy család, akár ilyen nukleáris, ami ugye manapság divat, próbáljuk azt megbecsülni, próbáljuk ahhoz ragaszkodni, és próbáljuk minden nap egy kicsit építeni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Arra kérem önöket, hogyha tetszett a videóm, akkor látogassanak el a dr. Jászberényi József YouTube csatornára, amelynek a működését anyagilag is lehet támogatni, aki szeretné, azt nagyon megköszönöm. És legközelebb is jelentkezem talán érdekes és jó videókkal. Az Isten áldjon mindenkit!